Ez a híradó 8 órakor az M1-en. Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Megerősítették a védelmet a röszkei határállomáson, ahol kedden hajnalban illegális bevándorlók próbáltak betörni Magyarországra. Az erőszakos áttörési kísérletben nagyjából 70-en vettek részt. A jól szervezett katonakorú férfiakból álló csoportot csak figyelmeztető lövésekkel tudták megállítani. 5 határsértőt fogtak el a magyar oldalon, ellenük büntető eljárás indult. Horgosnál továbbra is feszült a helyzet. A határ szerb oldalán most is több száz migráns várakozik, akik a híradónak azt nyilatkozták, hogy soha nem adják fel. Veszélyes, harcban edzett férfiak voltak a támadó köröszkénél, akik komoly biztonsági kockázatot jelentenek Európában. Erről beszélt az M1-en több szakértő, miután megmutattuk nekik azt a videófelvételt, amit a bevándorlók saját maguk készítettek a keddi akcióról. Ahogy már nézőink is láthatták, a felvételen egymást hergelik, biztatják a támadók, és többször is elhangzik, hogy visszajönnek még. Arabul biztatja társait a magyar határt megrohamozó csoport vezetője. Az M1 birtokába került felvételt maguk a migránsok készítették kedden hajnalban. Valószínűleg szírek és egyiptomiak. Allah neve is elhangzik a videóban, amelyen az is látszik, hogy van, aki maszkkal takarja el az arcát. Közben angolul is megszólalnak, többször is. Arra buzdítja a hangadó a társait, hogy menjenek Magyarországra. Később Németország neve is többször elhangzik, mert valószínűleg oda akartak eljutni. A szavak nehezen érthetőek, de az kivehető, hogy azzal fenyegetőznek, hogy másnap még többen visszatérnek. A határ megtámadása után néhány órával az M1 stábja Horgoson találkozott több migránssal is, akik nem is titkolták, hogy részt vettek az áttörési kísérletben. Büszkén mutatták meg a telefonnal készített videót. A felvételt az M1 élő adásában megmutattuk a Migrációkutató Intézet vezető kutatójának. Spejdő Bianca szerint a szerb menekültügyi hatóságok is megerősítették, hogy a magyar határ áttörésével próbálkozó migránsok között olyanok is voltak, akik a közelmúltban Szíriában a dzsihadista erők utolsó állásain tartózkodtak. Itt olyan emberekről van szó, akik mindenképpen harcban részt vett figuránk. A kutató arról is beszélt, hogy akik most érkeznek, az előéletük miatt nem lesznek szabálykövető, törvénytisztelő európai állampolgárok. Mindenképpen az európai társadalomra veszélyes emberekről van szó. Az, hogy ezt milyen formában fogjuk megtapasztalni hétköznapi arroganciában, bűszervezetekbe való betagozódásban, vagy későbbiek során adott esetben merényletek végrehajtásában, ezt nem lehet most itt pontosan megmondani, de az egészen biztos, hogy ők nem dolgozni érkeznek ide. A szakértő úgy fogalmazott, a migránsok között folyamatos az utánpótlás, és egyre vadabb emberek érkeznek. Ma, ha valaki Szíriából jön, akkor annak a biztonsági kockázata sokkal, de sokkal magasabb. Biztonságpolitikai szempontból a mostani migrációs hullám azért is veszélyes, mert magával hozhatja az iszlamizmust, mondta a Migrációkutató Intézet igazgatója az M1-en. Dezső Tamás hozzátette, bár az iszlám állam elvesztette a fennhatóságát a területei felett, a kurdok által üzemeltetett fogolytáborokban lévő 12 ezer iszlamista közül sokan megszöktek és szétszóródtak a világban. A szakember szerint a legnagyobb kérdés, hogy a balkáni útvonalon feltorlódott migránsok száma mikor éri el azt a kritikus mennyiséget, ami már gondot okozhat egy áttörésnél. Hétfőn már megnyílhat Wuhanban az a mobil kórház, amelyben a koronavírussal fertőzött betegeket kezelik majd. Folyamatban van egy másik intézmény kialakítása is. A két kórház 2300 ember befogadására lesz alkalmas. Közben több ország megkezdte állampolgárai kimentését a koronavírus fertőzés miatt lezárt kínai városokból. Az Európai Unió állampolgárait is hamarosan evakuálják. 7 magyar állampolgár már jelezte, hogy haza szeretne jönni Kínából. Közben 170-re emelkedett a halálos áldozatok száma, a fertőzötteké pedig 7700-ra. Miközben világszerte terjednek a hírek és rémhírek a koronavírussal kapcsolatban, Kínában pekingi tudósítónk szerint fegyelmezett a lakosság, betartják az óvintézkedéseket, de próbálnak normális életet élni. Nagy Marian jelentkezett.
Pekingben egyébként azt lehet tapasztalni, hogy az emberek nagy része betartja a javasolt óvintézkedéseket, szájmaszkban mennek az utcára, de jó időben azért lehet látni az utcán sétálókat, sőt a köztereken labdázókat, futókat akár. Tehát azt lehet mondani, hogy az emberek a mostani helyzet ellenére is azért igyekeznek, bár megfelelő körültekintéssel, de normális mederben élni tovább a mindennapjaikat. Itthon is megjelent több álhír a betegséggel kapcsolatban, ezek vírusszerűen terjednek, főként az interneten. A kormány már vizsgálja, hogy hogyan lehetne fellépni ezekkel szemben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ellenzéki pártokat is felszólította, hogy ne használják politikai célokra a járványt, és fejezzék be a hangulatkeltést. Az M1-nek nyilatkozó pszichológus szerint nem figyelemkeltés, hanem félelemkeltés, ami a sajtó egy részében zajlik. Az egész világot foglalkoztatja a kínai koronavírus terjedése. Szinte másodpercenként kerülnek fel a közösségi oldalakra is az újabbnál újabb hírek. Ezek közül viszont egyre több az álhír. Sok olyan írás is megjelent mostanában, ahol például eltúlozzák az áldozatok vagy halálesetek számát, hogy ezzel pánikot keltsenek. A Kormányzati Tájékoztatási Központ a Facebookon azt írta, már hazánkban is megjelent több ál- és rémhír a koronavírussal kapcsolatban, a közösségi médiában és különböző álhír oldalakon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy Magyarországon továbbra sem tudni koronavírusos betegről. Azt is írták, hogy a kormány már vizsgálja, hogyan lehetne fellépni ezekkel az álhírekkel szemben. Hangsúlyozták, a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a járványt, rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt, és szükség esetén megteszi a további intézkedéseket. Túl sok most már ez a fajta, és főleg ilyen negatív tartalmú, ilyen hát félelmet keltő információ. Tehát olyan területekről, amik igazából még nem is vagyunk érintve benne. Mindenhol a koronavírussal kapcsolatos hírek jönnek szembe az emberekkel, ezeknek pedig nagy része kattintásvadász hírek, ahol a cím néha nem is tükrözi a tartalmat. Erről beszélt Földi Rita pszichológus az M1-en. Talán nem is tanultunk meg igazán szelektálni a különböző hírek, információk között. Nem is biztos, hogy mindenki utána néz mondjuk annak, hogy ez mit is jelent, hogy jelente valami olyat, amivel neki külön kellene kezdeni valamit, vagy akár óvintézkedést tenni, vagy nem tenni. Az Origo arról ír, hogy a Kínából ismert számok nem adnak okot a pánikra. A hírportál arra figyelmeztet, hogy a fertőzés az eddigi adatok szerint a szezonális influenza vírusoknál sokkal kisebb arányban végződik halállal. Arról is írtak, hogy Magyarországon is egy-egy erősebb influenza járvány esetén előfordulhat 480-500 ezer beteg, közülük pedig különböző szövődmények miatt akár 5-8 ezer haláleset is. Bármennyire egy ragályos betegségről van szó, a valószínűség, hogy valaki ilyet elkap, elhanyagolható ahhoz képest, mint például, hogy influenzát elkap. Magyarországon jelenleg senki nem küzd koronavírus fertőzéssel, jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó hangsúlyozta, hazánkban sokkal nagyobb az esélye jelenleg annak, hogyha valaki lázas, akkor influenzás vagy más az országban keringő fertőzést kapott el. Ezek vírusfertőzések, mindegyik tud tüdőgyulladást okozni, mindegyik nagyobb kihívás egy beteg ember számára, egy beteg szervezet számára, és egy nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy az egyikből sok van Magyarországon, másikból meg most még egy sincsen. Arra igyekszünk figyelni, és minden információt, minden olyan adatot megadunk készséggel bárkinek, akinek szüksége van rá, hogy megfelelően és hiteles tájékozódással lehessen ebben az ügyben. Közben az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ellenzéki pártokat arra szólította fel, hogy ne használják fel pártpolitikai céljaikra a Kínában zajló koronavírus járványt, és fejezzék be a hangulatkeltést. Közben hivatalosan is elkezdődött az influenza járvány. Több mint 17 ezeren mentek orvoshoz a múlt héten influenza-szerű tünetekkel. Az egész világon nincs annyi koronavírusos beteg, mint ahányan itthon egy hét alatt elkapták az influenzát, és ennek is lehetnek veszélyesek a szövődményei. Budapesten, Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében van arányaiban a legtöbb beteg. Egy hete felhőszakadások, pusztító áradások, földcsuszamlások sújtják Brazília délkeleti részét. Már 62 ember halálát okozták a viharok, a villámárvizek. Az utak folyókká váltak, az járműveket sodort el, épületeket döntött romba. A meteorológusok szerint egyelőre nem javul az időjárás. A térségben szükségállapot van érvényben. 13 ezer embert közvetlenül érint a hatalmas esőzés. Ezreket kellett evakuálni otthonukból. A hatóságok több embert eltűntként tartanak nyilván.
Itthon már csak két napig érvényesek a tavalyi éves autópálya matricák. Szombaton 0 órától büntetés jár azoknak, akik 2019-es matricával mennek fel a fizetős szakaszra. Érdemes arra is figyelni, hogy január végéig a különböző kedvezményeket, így a nagycsaládosoknak járó kedvezményt is meg kell újítani. Az éves országos, illetve a megyei matricák ebben az évben sem drágultak.